Hát a vendégek örömmel fogadták, nagyon sok olyan megkeresésünk volt a közösségi médiában is, hogy pénteken, vagy szombaton, vagy vasárnap nyitva vagyunk-e. Mi úgy döntöttünk, és a városvezetése is úgy döntött, hogy a mai nap lesz az arra alkalmas, amikor a fürdő elkezdi a közfürdő üzemét. Eddig működött azért az uszoda, a versenyzőink készültek, a ragyogó eredményeket éltek el, működött a gyógyászat is, és ma már a közfürdő jelleg is a termálmedencékkel is elkezdte a üzemet. Gyakran járunk, bérletet szoktunk éves szinten, de 2-3 bérletet nyívünk el. És akkor döntöttem el, amikor pénteken a Nyírbátor tévét nézve, felmerült az, hogy vagy szombattól már nyitnak a fürdők, vagy hétfőtől, és akkor szerettem volna én az első vendégek között lenni. És melyik rész a kedvence itt a fürdőben? Megmondom, hogy inkább a kinti medencét szeretem, ott másabb a levegő, másabbak a hangkontraktok, és én inkább ott jobban szeretek lenni. Várhatóan e hét végére a külső termálmedencét is megnyitjuk, és nagyon, ilyenkor nagyon fontos a hosszas leállás utáni tökéletes karbantartás és fertőtlenítés. Ezen már túl vagyunk. A dolgozóink az utolsó takarítási fázisokat készítik a külső termálmedencében. Holnap reggel már vízmintát is veszünk, és hogyha ha minden jól sikerül, és én szerintem jól fog sikerülni, akkor már pénteken azt is birtokba vehetik a vendégek. A szauna is működik, a szauna világunk. Ott még van egy, hát úgymond egy üres hely, az most készül el az infrakabinunk, valószínűleg egy vagy két héten belül már a helyére kerül. A kisgyermek merencét is megtöltjük fel, tehát azt lehet mondani, hogy az a szokásos téli üzem, ami a strand üzemet megelőzi, a 100%-osan készen lesz. A maszkokat kéznél kell tartani? Nem tiltjuk. Ez azért fontos, hogy ma attól függetlenül, hogy a beoltottak száma elérte a 4 millió főt, mi nem tiltjuk. Sőt, a országos tisztifőorvos ajánlása is az, az operatív törzs ajánlása is az, amikor sorba kell állni például, többen vannak az emberek, akkor ajánlatos használni. A nyitvatartás a régi? Igen, a nyitvatartásunk a régi, reggel 8-tól este 8-ig leszünk nyitva. Jövő hét elejétől már a reggeli úszást is segítjük majd. Tehát akik munka előtt úgy gondolják, hogy egy kis frissítésre szükségük van, át akarjuk mozgatni a testüket, az munkanapokon, reggel 6-tól fél 8-ig igénybe vetik az úszómedencét is.